Kétes hitelű művek Kecfény báró levele titkárához a Szent Magloéri kastélyba, Versailles 1871. szeptember 9-én. Franciaország megmenekült kedves Anatol, s ön valóban fején találja a szeget, midőn azt állítja, hogy én is jócskán kivettem részemet a megmentéséből. Beszédem, helyesebben a mi beszédünk, nem fért a hírnevezetes vita keretébe. Lelkesítő összefoglalását azonban előadtam a folyóson barátaink körében. Tétováztak. Leadták szavazatukat. Véni, Vidi, Vici. Most végre megértettem, hogy milyen befolyásra tehetek szert majd a néhány parlamenti csoportban. Ezt egyébként már legutóbbi vakációm során megsejtettem, mikor is az én szőke és eszes szidoním, végighallgatva próbángat így kiáltott fel: Odáig vagyok, papa, mikor komolyan veszed magad? Odáig vagyok. Ó mi elragadó vallomás! Ékes szólásom zavart keltett a zsengelélekben, s ez a zavar a meggyőződés előfutára. Vágja ki aduként mondásomat a plébánosnak. Franciaországot tehát megmenekítettük, a nemesség megmenekült, a vallás megmenekült, Alkotmányozók vagyunk mikor fogunk alkotmányozni? Majd, ha kedvünk tartja, uraim. És Tier úr? Kérdi ön. Mit nekünk, Tier úr? Mi lenne nélkülünk, Tier úr? Így hát csatlakozott is javaslatunkhoz, s míg újjai hegyét csókra nyújtotta a köztársaság híveinek, minket nyakon csípet, hogy a fülünkbe súgja. Törelem, királyok lesztek. És a baloldal? oldal? A baloldal, hát az meg mi fán terem a baloldal. Ugyanán vajon együtt maradna a társaság az alkotmányozókkal, ha nem tekintené magát alkotmányozónak? Tévesen ítéljük meg ezeket az alakokat. Valójában sokkal simulékonyabbak, mint sem gondoljuk. Az öregek megtérnek, Mellüket döngetik a szószéken és az esküdbíráuságon, rögeszméjük a nyilvános gyónás, amely megfosztja hitelétől a bűnbánót, és rossz hírbe keverheti a pártot. A fiatalok nagyra vágyók, és minden eshetőséggel számot vetnek akad ugyan néhány szájtépő, aki nevetséges viharokat kavar a szószék körül, csak hogy a mennyköveket mi szórjuk, és azok a hangoskodók, akik semmiképp sem teszik le a fegyvert, géges sorvadásban fognak meghalni. Itt az ideje, hogy megpihenjünk. Derekasan rászolgáltunk erre a pihenésre, melyet oly szűkmarkúan kívánnak adagolni részünkre. Újjá szerveztünk egy hadsereget, bombáztuk Párizt, eltiportuk a felkelést, kivégeztük a felkelőket, elítéltük vezéreiket, megteremtettük az alkotmányozó hatalmat, gúnyt űztünk a köztársaságból, egyengedtük a királypárti kormány útját, és létrehoztunk néhány törvényt, melyet előbb vagy utóbb át fogunk alakítani. Nem azért jöttünk Verszályba, hogy törvényeket gyártsunk. Elsősorban emberek vagyunk. Anatol, s csak azután törvényhozók, legalább a szüret legyen a miénk, ha már az aratást elmulasztottuk. Bezzeg ön a szerencsefia Anatol, hölgyeink a társaságára áhítoznak. Ön angolosan távozott, jó magam pedig. Magolhatom a két itt hagyott beszédet, s gyakorolhatom a közbeszólásokat. Ön megnyitotta a vadász évadot. Ön horgászott, ön és pisztrángokat küldött nekem. Elfogyasztottuk őket. Eddig minden rendben lenne. Ha nem aztán, ó, hogy faképnél hagytam a beszédeket és a közbeszólásokat, hogy szabadságot kérjek. Ez már a 137. feliratkozás ezen a héten, közölte az elnök. Bosszankodtam. Ez a tárzsé úr rábírt arra, hogy várjak. Elragadó férfiú. És hogy megérti a nemzetgyűlés törekvéseit? Anatol. Mellékelten küldöm a fényképét Szidoni albuma részére. Gondoskodjék róla, hogy előkelő helyre kerüljön. Tampletábornok tábornok és Belkásztel úr közé, akik bizalmukkal tisztelnek meg. A hónap vége felé távozunk innen. Októberben vannak még szép napok, tudja? Arra a gyönyörű napsütésre gondolok, amely áttöri a ködöt és eloszlatja. Ön megért engem. Nem vagyok én költő szónok vagyok. A hadbíróság és a Ravinel javaslata, hogy mostanáig türelmesen kitartottunk a képviselőházban. Ó, a hadbíróság. Olyan boldogok vagyunk, kedves barátom, hogy az angyalokkal sem cserélnénk. A tisztességes emberek véleménye mélységesen megrendítette a derék hadbírákat, akik egy ideig az irgalom és részvéd görbe ösvényein tévejektek. Íme, jó útra tértek, és most már egyenesben vannak. Igazságos, de főként szigorú ítéletet hoztak. Látta, hogy milyen büntetést mértek, Fapi Visszavágtunk kommunár polgártársak. Na meg aztán. A sem rejtem véka alá, Anatol, hogy elrettentő példát kellett mutatni. Ezentúl senki nem mondhatja, hogy büntetlenül szegődhet Gambettához. Gambetta? Mit agadás néha eszembe jut, hogy Szidoni három hétig rajongot érte, és ez megzavarja álmaimat. Mondja meg neki, hogy megbocsátom védkét. Majd az ülésszak megnyitásakor meglátja Sidoni, hogyan rázom az öklöm a szónoki emelvény alatt, mikor szűk baráti körben összeverődünk, hogy átkozzuk a diktátort. A ah, gambetta nyikanni sem mert a ravinel kérdéseben. Magunk összólva azt hiszem, hogy fél tőlem. Múltkoriban a parkban megkérdezte valakitől, persze anélkül, hogy újjal mutatott volna rám. Ugyan ki ez a braziliai? Szidoni azt állítja, hogy a kelleténél jobban festem magam. De mikor ez ádász kifejezést varázsol arcomra. Mégis hiába ráztam öklömet a baloldal felé, nem sikerült győzelmet aratnunk ebben a rávényel Bizonytalan időre versailles maradunk, s a közhivatalok azonban nem költöznek ide. Aztán, bánom is én, szeretem ezt az ideiglenes állapotot. Versailles Párizs külvárosa, és mégsem Párizs. Ezen fordul meg minden, lenni és nem lenni Párizsban. Ha Nantot, Liont vagy Bordót javasolják, kereken elutasítottuk volna. Elsősorban azért, mert ezek forradalmi városok. A nemzeti gárdát itt még nem oszlatták fel, s a városi tanács tagjai gyalázatosan ragaszkodnak köztársasági meggyőződésükhöz. Na, drága barátom, az ember már sehol sincs biztonságban vidéken. Ha csak nem a Szent Magyarban. Nem rossz ötlet, majd megfogalmaz számomra egy módosító javaslatot, ha megnyílik az ülésszak. Hanem azért elben hallani sem akarok arról, hogy Páristól 50 vagy kétszáz mérföldjére ülésezzünk. Bordóban jól megvoltunk, közvetlenül a háború után. Liborn és Arason közelében tanyáztunk, Annyi izgalom után tiszta levegőre szomjaztunk. Párizs levegője azonban nem oldhatta szomjunkat. Trosű tábornok ellenére néhány ezer hülye ostobán megölette magát a peremvárosokban. A buta konokság szerencsétlen áldozataként egy hét alatt 5700-an pusztultak el a városban. Most már Más a helyzet, s így fele részben Párizsi lettem. Akár mondta az elnök, akár nem, uraim, az ülést berekeztem. Fél hatkor vonatra ülök. A bal parton elragadó az utazás, no meg aztán milyen pompás ismerettséget köthet vasúton az ember. Ön is szerette a meglepetést, Anatol. Hétkor megvacsorázom az Orszé kávéházban, vagy Lédonénnál nyolckor már nem vagyok képviselő, nem vagyok báró, ha kedvem tartja, és nem vagyok kecfink sem, hanem előkelő idegen párizsi a forgatagban. Ánától ez a levél politikai levél, mely nem tartozik a báronőre és szidonira. De ha valaba is fölcsap képviselőnek jusson eszébe, hogy a középutat járva jutunk el a boldogsághoz és az igazsághoz. Nappal Versailles-ban, éjjel Párizsban. A nagy Ravinel kérdésnek nincsen más kielégítő megoldása. Jean Godfrey Adalbert Carolus Adamaszor, Kecfingi Báró A többé-kevésbé hű másolat. Hiteléül Jean Marcel Utóirat. nocsak, csak, no csak, szép dolgokról értesülök az utolsó postával, ugyan ki forradalmasította szemmágloárt. 287 válaszból 233 a feloszlatást szorgalmazza. Szabadságot fogok kérni Anatol. Remélem nem kockáztatok semmit, ha leutazom. Szekeres György fordítása.